A szerződés már a nyár elején megköttetett, az új csarnok építési munkálatai miatt félig meddig szekszárdivá válik a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia NB1-es női kézilabda csapata, aminek a kézilabda város és környékbeli szimpatizánsai felettébe ülnek. Újra NB1-es meccsek színhelye lesz a városi sportcsarnok. Itt játssza a hazai bajnoki és kupa meccseit október közepétől egészen jövő tavaszig a valamikori Dunaújvárosi Kohász, a Dunafer női együttese. Választhattak volna a közelebbi helyszínt, Fejér megyén belül például, de ragaszkodtak a szekszárdi sportcsarnokhoz, a városhoz és az itteni szurkolókhoz is, akik az ide érkező újvárosiakkal az ellenfelek számára rettegett katlanná változtathatják a most még békés szekszárdi sportcsarnokot. Valamennyire hasonlít a mi sportcsarnokunkat, ugyanilyen parketta van nálunk is, van éve kisebb a légtér. Nyilván az első két-három edzés arról szólt, hogy megpróbáltuk a pálya minden egyes sarkát feltérképezni. Nagyon sok olyan gyakorlatunk is volt, edzésgyakorlat, ami elirányul, illetve a legfontosabb a tegnapi és a mai edzőmérkőzés. Dunaújváros jelenlegi financiális helyzetében, a jelenlegi játékos állományával nem tud beleszólni az 1-5 helyek egyikében a női NB1-ben. De büszkék arra, hogy az akadémisták neveltjeik adják a csapat gerincét, bízva a további fejlődésükben, az NB1 középmezőjének élére szeretnék 2019-20 végére feltornázni magukat. Nem tudjuk fölvenni a sokkal nagyobb, többszörös költségvetős csapatokkal a versenyt, nem is szeretnénk. Arra büszkék vagyunk, hogy közel 250 gyermek kézilabdázik az akadémián. Most a 18-as keretünkben 11 akadémista van, aki az akadémián nevelkedett. Mi erre büszkék vagyunk, a célunk továbbra is ez. Tavaly október-november közül veszélyben volt az NB1-es csapatnak a megléte, az indulása. Hál' Istennek, a város segítségének köszönhetően sikerült ezt a csapatot életben tartani. Ismerős arc is visszaköszönt a parketről. A Tolna megyei kézilabda 2000 után feltűnt átlövő tehetsége Szekercés Luca, aki már 15 éves korában a szekszárdi UKSC-ben bemutatkozhatott az NB1-ben. A külföldi szereplés a Ferencvárosnál eltöltött idő után Dunaújvárosnál kötött ki tavaly. Luca nálunk egy kulcsjátékos, kulcs szerepet tölt be a csapaton belül. Bízom benne, hogy a munkájával ismét ki tudja harcolni azt, hogy válogatott kerettag legyen. Büszkén mondhatom, hogy mi vagyunk az első olyan klub, amelyik támadásba védekezésbe a pályán tartja, és kap védőfeladatokat is, hiszen ugyanúgy megvan a lábmunkája, tud cselezni, akkor védekezésbe is adunk neki szerepkört. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ő magyarként tavaly a legjobb magyar gólszerző volt. A középmezőnyi pozíció eléréséhez rutinos, komoly, nemzetközi tapasztalatokkal bíró játékosok kellenek évről évre. Három új játékos érkezett erre a feladatra. Egy montenegrói játékos hoztunk Csávlói személyében, ő egy fiatal, fejlődőképes játékos. Igazoltunk egy kapus, hiszen ott a csapókiram mögött kell egy rutinos játékos, Zseljána Sztojákot igazoltuk, és van egy nagy visszatérőnk, Krisztina Trissukot leigazoltuk. Több élcsapatot is megjárt Trissuk Krisztinára vár a vezéregyéniség szerepkör. Vele, és természetesen a két délszláv kézissel erősebb, ezáltal jobb lehet a Dunaújváros, amely, ne feledjük, október közepétől két hetente pénteki napokon Szekszárdon játssza hazai NB1-es meccseit.